A toxoplazma fertőzés egy olyan megbetegedés, amely a várandós kismamákra különösen veszélyes, hiszen a magzatnál fejlődési rendellenességet okozhat. A megelőzésről, illetve a kezelés lehetséges módjairól beszélgetünk vendégünkkel. Sok szeretettel köszöntjük dr. Rozs László, szülésznőgyógyászt. Jó estét kívánunk, hogy jöttek a stúdióban. Köszönöm a meghívást. És köszönjük, hogy elfogadta. Mi okozza ezt a fertőzést, és hát milyen formában kerülhet be a szervezetbe ez a maga, ugye ez a parazita? Igen, ezt a betegséget toxoplazmózisnak hívják. Maga a kórokozó egy parazita, sejten belül szaporodó parazita kórokozó, aminek a neve Toxoplasma gondii. Városi környezetben általában a macskák azok, amik terjesztik az ürülékükkel, a földben, vagy házi macska is otthon fertőzés forrás lehet. Ezen kívül még sertés, marha fertőzött állathúsával is bekerült az ember szervezetébe, vagy zöldségekkel is esetleg. Akkor beszélj egy kicsit a tüneteiről ennek a betegségnek, hogy mikor kell és érdemes orvoshoz fordulni. Hát orvoshoz fordulni sokszor nem is szoktak fertőzés esetén, mert egy egészséges immunrendszerű embernél szinte tünetmentesen, vagy esetleg enyhe influenza-szerű tünetekkel lezajlik ez a betegség, és egy életen át tartó védettség marad hátra utána. Uh-huh. Felnőtt korú lakosságban nézve körülbelül az emberek harmadát esik ezen a fertőzésen, úgyhogy talán nem is tud róla. És akkor csak a macskáknak az ürüléke okozza ezt, tehát a kutyák, tehát hogy akik kutyát tartanak, akkor azoknak nem kell így erre figyelni? Az nem számít veszélyforrásnak, igen. Mm. Főleg a macska az, ami a petéket üríti a székletével, és ez kerülhet be így az ember szervezetébe. Igen, mondjad. És ugye a kismamáknak akkor hogyan hívjuk fel a figyelmét, hogy mire figyeljenek, mire vigyázzanak, ugye említett pár dolgot, tehát akkor, hogyha a macska van, akkor a macska ne takarítsad, akkor most szabaduljanak meg a macskától is? Várandós gondozás során felszoktuk hívni a figyelmüket erre, hogy veszélyforrás lehet a házi cica. Általában az, ami csak házban tartózkodik, az kevésbé, a kijárós macskák a veszélyesebbek ilyen szempontból, és szoktuk mondani nem azt, hogy szabaduljanak meg a macskától, viszont fokozottan figyeljenek a karponására, a nyálára, a székletére, tehát ha lehetséges, akkor ne ők, a kismama végezze ezeknek a takarítását. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen problémákat okozhat ez a fajta fertőzés, akár a magzatnál, akár a kismamáknál. Ugye most koncentráljuk egy kicsit a kismamákra, így van, igen. Így van. A kismamáknál általában nagyrészt tünetmentesen lezajlik a fertőzés, torokfájás, végtagfájdalom esetleg. Tehát hihetjük, hogy egy enyhe kis megfázás. Igen, egy szirokcsomó megnagyobbodás lehetséges. Viszont a mélepény védi a magzatot általában a terhesség korai szakaszában. Ahogy haladunk előre a várandóságban, egyre kevésbé van a mélepénynek védő funkciója a magzatburkoknak. Így nagyobb az esély a fertőződésnek is, mélyen belül. Koraterhességben sajnos sokszor vetélést is okozhat ez a betegség. Későbbiekben viszont fejlődési rendellenességet okoz a magzatoknál. Így emiatt érdemes szűrni is ezt a betegséget. A központi idegrendszer támadja meg főleg. Agyfejlődési rendellenességeket okozhat, szem problémákat, vakságot, későbbiekben epilepsziát, vagy esetleg mentális retardációt is az újszülöttnél. De később, hogyha mondjuk egy kisgyerek találkozik a toxoplazma fertőzéssel, akkor nála okozhat esetleg ilyen tüneteket? Ilyen idegrendszeri tüneteket? Kiskorban elméletileg nem, egészséges immunrendszer esetén nem. És ugye milyen fejlődési rendellenességek sorolhatók ide a magzatnál? A fejlődési rendellenességek nagy része a központi idegrendszert érintik. Az agykamráknak a kitágulását, az agykéreg fejlődésének a problémáját, a retina fejlődését érintheti. Emiatt, amit mondtam, vakságot okozhat, mentális retardációt, epilepsziát a későbbiekben. Tehát főleg ez a tünettana. Mennyire gyakori betegség? Ugye mire erről nem titok, beszéltünk már egy pár mondatot adás előtt. Mennyire gyakori ez a betegség, mondjuk, hogyha csak a kismamákat veszünk? Ha a kismamákat nézzük, egy 1000 terhességre levetítve ilyen 5-8 fertőzéssel számolunk, és ezek közül is olyan 10-20%, ami tünetes és esetleg a magzatot károsíthatja. Tehát érdemes számolni vele. Érdekében. Hogyan lehet gyógyítani, vagy lehet egyáltalán gyógyítani, vagy milyen kezelés van, hogyha rájöttünk, hogy ez a problémánk, elmentünk
szakorvoshoz. Ha kiszűrtük ezt a betegséget, antibiotikummal lehet kezelni, viszont ez hosszú távú szedést jelent a gyógyszerből, több hétig is tarthat ez az antibiotikum szedés, és ez esetleg javíthatja az állapotot. Megfokozottan kell figyelnünk a magzat állapotát, esetleg ultrahangvizsgálatokkal, hogy okozott-e bármit nála. Nem kötekedésképpen, csak laikusként kérdezem, hogy mondjuk egy hosszú távú antibiotikum kezelés egy kismamánál, az nem okozhat problémát? Tehát, hogyha ez a betegség előkerül? Lehet mellékhatása a gyógyszeres kezelésnek, de itt a kockázathaszon elvét kell követni, és általában jobb az, hogyha kapják a gyógyszert. És minden esetben problémát okoz ez, vagy előfordul az, hogy nem? Tehát, hogy így átmegy az édesanyján és a magzaton is? Az esetek nagyobb részében szerencsére nem okozza a magzatnak sem károsodást, ha esetleg fertőződne, de a ritka, kevesebb eset miatt érdemes szűrnünk. Arról is beszéltünk, kicsit off téma, ha lehet ilyet mondani, hogy a járványhelyzetben ön, mint szakorvos, mit tapasztalt, hogy a gyermekszületések száma, ugye ez most már gyakorlatilag, hogy is mondjam, csak mérhető, ugye a járványhelyzet első hullámához képest, hogy a gyermekszám vagy a születés növekedése az megállapítható-e? Tehát, hogy több gyermek születik-e? Ezt egyértelműen igennek tudom mondani. Azt veszük észre az elmúlt években is tendenciaként, hogy folyamatosan nő a születésszám, és az idei évben is már a tavalyihoz képest, az azonos időszakhoz képest is nagyobb szülésszámmal zárjuk a hónapokat. Akkor végre valami pozitívumról is beszámolhatunk a járvány kapcsán, ha lehet ilyet mondani, ugye? Doktor úr, általánosságban mennyire figyelnek oda a kismamák magukra, és ez megint csak visszavetítve a betegségre, hogy elhanyagolják-e magukat, vagy odafigyelnek ezekre a tünetekre? Mennyire jellemző ez? Azt vesszük észre, hogy mostanában egyre egészségtudatosabbak a kismamák is, és sokszor enyhébb tünetekkel is inkább orvoshoz fordulnak. Ezt utólag végül is azt mondjuk, hogy nagyon jó, hogy így teszik, és egyre többet figyelnek magukra, szerencsére, de ebben nagyon nagy szerepe van a felvilágosító kampányoknak is. Már gyakorlatilag az interneten mindenek utána lehet olvasni, és meg is teszik, de ez jó dolog. De jó ezt hallani. Ugye a toxoplazma fertőzést említettük, mint állatoktól és főleg macskáktól elkapható betegséget, de mik azok a főbb ilyen fertőzés források, amik megbetegíthetik a kismamát és a magzatot is? A toxoplazma szempontjából? Nem, azon kívül, tehát hogy milyen egyéb? Mire figyeljenek? Hát, amire mindenképp kell figyelni, a táplálkozás, a hőkezelés, a húsok, zöldségek, minden esetben, gyümölcsök esetében is bárhonnan vásároltak, meg kell mosni őket a hőkezelés a húsoknál, és a vizet, arra kell figyelni, hogy mindig a tisztított vizet igyenek, vagy ásványvizet, vagy csapvizet nyilván, a pasztőrözetlen tejet ne fogyasszanak, nagyjából ilyesmik. Hát... Oda kell figyelni. Igen, mindenképpen oda kell figyelni. És az állatokra is, és fokozottan mindenre, főleg ebben a nagy melegben az ételekre is. Így van. Doktor úr, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, és egy kicsit beszéltünk, mert én elmondtam őszintén, hogy én még nem is hallottam erről, pedig erről a betegségről, ugye a toxoplazma, vagy erről a fertőzésről, de mindenképpen öröm, hogy erről is tudunk beszélgetni, és egy kicsit föl tudjuk hívni a kismamáknak a figyelmét, hogy fokozottan vigyázzanak magukra. Köszönjük szépen, hogy itt volt és beszélhettünk erről.